A válogatott világbajnoki selejtezői miatt volt egy hosszabb szünet a bajnokságban, amit minden csapat igyekezett kihasználni. Az alapszakaszból még 5 forduló van hátra, így még változhatnak a tabellán elfoglalt helyezések. A kékcápáknak van egy elmaradt meccsük, így még 6-szor lépnek pályára, majd április közepén rajtól a 10 mérkőzésből álló rájátszás. Ezeket a találkozókat szem előtt tartva dolgoztak az elmúlt napokban Nyíregyházán. Nagyon fontos volt számunkra ez a 3 hét, hiszen érkezett egy utolsó láncszem a csapatba, és most már teljes kerettel dolgozhattunk. Kaptak a játékosok pár nap pihenőt, hiszen egy erőltetett menetem voltak túl, de én azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztek ebbe a 3 hétbe, és most már szinte teljesen elsajátította mindenki azt a játékfelfogást és filozófiát, amit szeretnék látni tőlük. Úgyhogy teljes kerettel készültünk, hál' Istennek nem voltak sérülések, remélhetőleg ez így is marad, és nagyon jó munkát tudtunk végezni, és bízom benne, hogy jó fel tudtunk készülni erre a nagyon nehéz menetre. Az elmúlt mérkőzéseken a nyíregyházi csapatnak rendre voltak jó periódusai. A cél az, hogy ezeket az időszakokat minél hosszabbra tudják nyújtani a meccseken. The idea is to play for 40 minutes. Úgy látom, hogy a játékosok elkezdték elhinni, hogy működik az a rendszer, amit én képviselek, illetve az, amivel a csapat játszik. Ennek voltak már jó jelei az előző mérkőzéseket tekintve. Ezeket a periódusokat kell hosszabbra kinyújtani, de itt nincsen semmi mágia, és nincsen semmi olyan dolog, ami nem az edzés jelenteni, hiszen az edzésen eltöltött idő és a beletett munkaóra az, ami ezeket a periódusokat meg tudja nyújtani. Hozzá kell tenni, hogy ugyan van egy-két tapasztaltabb játékosunk, de alapvetően nagyon fiatal gárda vagyunk, és ez látszik is ebben a periódikusságban, de az edzés és a beletett munka, ami ezt tudja elősegíteni. A következő mérkőzésen azt a körmendet fogadják a cápák, amely 3 másik, 11-10-es mutatóval álló csapattársaságában igyekszik bekerülni a legjobb 8 közé. Fontos, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, nem csak a mi helyzetünkből, hanem az ő helyzetükből is, hiszen ők a playoff helyért mennek, és ott állnak a 7., 8., 9. hely valamelyikén, tehát épp annyira fontos ez nekik, mint nekünk, de mint ahogy eddig is hangsúlyoztam, és ezentúl pedig kiváltképp, hogy nekünk főleg hazai pályán senki ellen nem szabad úgy fölmenni a pályára, hogy éljük túl azt a meccset, mindenkit meg kell próbálni, és meg kell tudni vernünk most már itthon. Így van a körmenddel is, hiába papíron egy erősebb csapat, és jó a játékerőt képvisel, de ők is egy hosszú utazás után jönnek, tudtunk rájuk jól készülni, nincsenek sérültjeink, úgyhogy bizakodóan várom ezt a mérkőzést. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks körmend mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti csarnokban, a Kölcsei Televízió nézői pedig vasárnap este 8 órától láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Atomerőműese Kecskemét, Oroszlány Szombathely, Sopron Albafehérvár, Kaposvár Budapesti Honvéd, Szeged Debrecen és Zalaegerszeg Szolnok.